Közúti ellenőrzésre inti le a rendőr az autóst Szekszárdon. Az elmúlt napokban a Tolnai megyeszékhely több pontján tartottak ilyen fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzéseket, főleg a gyermekbiztonsági rendszer, a biztonsági öv és a bukósisak használatára voltak kíváncsiak a rendőrei. Az elmúlt héten tartott ellenőrzések alkalmával összesen 117 személlyel szemben kellett közigazgatási eljárást indítani munkatársaimnak. Közülük 89 olyan járművezető volt, akik lakott területen belül nem használták az övüket, és 2 olyan sofőr, akik lakott területen kívül közlekedtek biztonsági öv használata nélkül. Az utasok között is akadtak renitensek, 18-an lakott területen belül, és 8-an lakott területen kívül nem használták a biztonsági övet. Komlósiné Kisanett 3 olyan esetről számolt be, amikor a gépkocsi vezető nem helyezte gyermekét az előírt biztonsági rendszerbe, és úgy közlekedett. Biztonsági öv használatának elmulasztásakor közigazgatási hatósági eljárás indul a járművezető vagy az utassal szemben. Ez azt jelenti, hogy a járművezető lakott területen belül 10 000 forintos közigazgatási bírságot kap, illetve 3 előéleti pontot, amit ugye a vezetői engedélyhez adnak. Utasok esetében a bírság összege ugyanaz, azonban ők ugye büntető előéleti pontot nem kapnak. Lakott területen kívül ugyanez a bírság 15 000, autópályán pedig 20 000 forint. A gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 10 000 forintos helyszíni bírsággal jár.